Kedves gesztus Sárospatakon, hogy az önkormányzat figyel a szépkorúakra. A makkos hogykai származású Erzsike nénit Sárospatakváros polgármestere köszöntötte 90. születésnapja alkalmából. Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy Sárospatakváros képviselőtestülete és valamennyi lakosa nevében köszöntsem Önt jeles alkalomból, hiszen 90 évet megélni azt hiszem, hogy nagyon kevesen mondhatják el magukról. Úgyhogy ezúton szeretném megköszönni, hogy ez idő alatt mit tetszett tenni Sárospatakért, hiszen nagyon gyakran hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy ami most látszik Sárospatakon, a vidéken, hogykán, az mind-mind az Önök kezemunkájának köszönhető. Erzsike néni 2,5 éve él leányával. A látása már nem a régi, de egyébként kiváló egészségnek örvend. Köszönöm szépen, elég jól. Még idáig nincsen semmi bajom, fájdalmam vagy ilyesmi. Jól vagyok, jól érzem itt magam alá. A 90 év alatt sok minden történt, ám mégis sikerült kiegyensúlyozott családi életet élnie. 2 gyermekem volt, egy fiam és egy a lányom. Több gyerek nem volt. 2 lány unokám van lányomnak, fiamnak meg 2 fiú. A polgármester elmondta, számára megtiszteltetés, hogy 90 éves lakost köszönthet születésnapja alkalmából. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra a Sárospatakváros képviselőtestülete, tehát mondhatom, hogy valamennyi lakója nevében köszönhetem most Erzsike nénit a 90. születésnapja alkalmából. És hát amikor beléptem, akkor vártam, hogy hol van Erzsike néni, hiszen személyesen nem ismertem, és én itt a lakásban, aki minket fogadott, ő csak egy jó 30 éves, friss, szellemi állapotban, csillogó szemekkel lévő nénit találtam, és azt hiszem, hogy ez az örök fiatalság, ez a titka annak, hogy ők el tudják érni a 90 évet. Aros János úgy búcsúzott, szeretné 10 év múlva is köszönteni Erzsike nénit. Kívánom Erzsike néninek, hogy ezt a jó egészséget, ezt a jó kedvet, ezt a jó mesélőkészséget, ezt tartsa meg a jó Isten még sokáig, és tudjunk örülni együtt a 95-nek és a 100-nak is. Erzsike néni azt is elmesélte, ha csak teheti, sétálgat a kertben és az udvaron. Ehhez csak sétabotot használ, mert a járókeret az öregeknek való.